Sziasztok, időre ezután folytatjuk a Phoenix Wright részletein Justice for All-t. Utastunk a második nyomozáson, úgyhogy most itt az ideje. Na perrel befejezni. Ez is ugyan két részes reszete. Tehát két működik lebuktatni egy gyilkost és egy felbújtót. Június 22, 9 óra 51 perce. Bíróság 4. Vádlott lobby. Igen. Tudtad, hogy Von Karma 18 éves? Most Von Karma lánya? Mint én. Igen. Miért? Csak azon gondolkozom, hogy milyen erős lehet. Hogy értembe, hogy Németországban volt egész végig maga, és ott nőtt fel. Hát biztosan nagy nyomás nehezetett rá az apja hírneve miatt. És most nézd rám, én... Hát... Én a mester lánya vagyok, és mégiscsak kislány. És mégis gyanúsít, és még fontosabb, hogy gyanúsított egy gyilkosság tárgyalása. Te egy rejös lehet, amelyen kezdtünk. Jó reggelt! Ti ketten olyanok vagytok, mintha jobban. Úgyhogy jól volnának máma. Örülök nektek. Hey. Jó reggelt, Pörli. Biztosan beszél, mit is már. Na, hogy érted? Az agyába, mámba megmutatja a támogatását te. Vagyis azt gondolja. Igaz. Hey, Pearl. Igen, Mr. Nick? Tenni nekünk egy nagy szívességet? Megítézni nekünk miatt a mai tárgyalás? Azt gondolta, hogy ugye meghallgatáson de lenne máma és nézni. Tényleg, ez nagyon fontos. Nem elég maga biztos, hogyha a sícséni ki. Hogy elég. Nem mutathat gyengeségét az olyan a személyet, aki szeret. Pearly! Az is szerelmesek vagyunk. Megtennéd ezt te értünk? Rendben, megteszem. Maja érdekében. Na, még látjuk egymást később. Most végig adok most. Á, Istenek. Még? Így akkor Pearl nem fogja látni a pert. Hogy érted, mi folyik itt? Igen, szóval ezt azért kell megkérni, mert hogyha nem teszi, akkor bizonyára sokkoló élményben lenne része. Ha megtudná, hogy mennyire gonosz az anyja. Azért kellett rávenni, hogy idézzem egy miát. Június 22. 10 óra, négy bíróság. Második tárgyalt el. Az ügyvéd készen áll. Nem készen módja. Kezdjük meg. El akart eszteni világon a legyőzésemet.
Mennyit ostobázott most te? Négy ostoba te. De ostoba balad, aki... Ostoba balad ruhá. Hát vedd fel. Én vagyok a híres. Én vagyok a csoda, aki sosem vesztett tárgyat most, most pert, amióta 5 év óta. Hogy szurkolnak neki, hogy a világ szeme és rajta áll. Ez remek lesz munkának. Örül, hogy jó szellemi állapotban van Miszki. Ijesztők a nők, hogyha harcol. A tegnapi napon egy új elmélet született. Hogy a vádat elhagyhatta a kamrát. És bizonyítja ez a kulcs. És nem ott volt, ahol kellett volna lennie. Egy dolgot szeretnék mondani, mielőtt tőlünkkel folytatjuk. Most te egyetét is. Most pedig tanulja arra, hogy ami által egyetét azzal, amit mondtam. Mi? De mi szonkán? Akkor hogy magyarázod meg ezt a képet? Azt mondod, hogy a személy a képen nem a vádott? Én ezt nem mondtam. Akkor mit jelentsen ez? Azt mondja, hogy amikor elhagyta a kamrát, miután megölte a áldozatot, kilépett a szobába. Hát ez a kérdés, hogy hol vesztette a kulcsot? Most hívja Maja és Mia Faye gonosz nagynényét, Morgan Faye. Ahogy sejtette, Morgan nagynény. Nevet is foglalkozás. Ne, Morgan Faye. Szellem médium. De azt itt is leostorozza, hogy nem érek, ez ne érekelje. Hogy figyelte a vállottat. Igen. Na ez hazudja. Ahogy azt a technikát alkalmazta nála, amivel eltávolíthatja a szememet a testéből. De ez nem igaz. Meg ezért is leutózza, hogy maradjon csöndben. És van történet, hogy bizonyára a több. Megszök a szemét. Mi? Most jöhet ez a... Most jöhet a valomás.
Látszok később. Miután hallotta a lövést, két tanú betörte az ajtót és beépett a kamerába. Ő kérte azt, hogy Mr. Wright és a Lotta Hart hívja a rendőrséget. A misztikus már a kezében volt a pisztoly. Mivel meglökhette, és ő úgy szökhetett meg. A nagy erejével egy nyakára támadhatott, és ő elájulhatott. És nem tudja, hogy merre felé indult. Na ez egy tökéletes, hogy kitervelt valahol más, az biztos. Miért eltegetted ezt eddig? Nem akart majának csalódást okozni, de valójában azt akarta. Hát így egy nagyon okos, és nagyon ravasz is. Túl nehéz lesz még lebuktatni is, hogy lyukat találni a valomásában. Bizonyítékot itt nem mutathatok, úgyhogy mert nem ér meg azok semmit. Hold it! Szükséges volt, hogy hívjuk a rendőrséget? Ha volt valami lehetséges dolog a szökésre, akkor én maradnia kellett volna. Ez így igaz. Meg voltak zavarodva. Na, pontosan ezért kellett erre rákattintanom, úgy hold. Másokkal is lehetett, hogy azokat távozzunk a szobából. Miért üdöztél el minket a szobából? Szóval nem akart áldozatokat? És veszélyben lettünk volna? Azt gondoltam. Nem es, inkább gonosz! Hát ez a nagy vége. Ki túlságosan ravasz. Hold it! Hogy megtámadhatod a fejét. Hogy bizonyan elájulhatott. Hogy ez hazugság volt. Ahogy te is. De miért hazudtál ebben? Hogy fedezze! Az is kitervelte. Még több kérdés. Csak később. Csak később tehetett ez a renegált misztikus maja valami nagyon szokatlant.
Még akkor is leautózza. Én nem tud... Nem tudhatta, hogy mit látok. Hold it! Azért már elájultál? Na ez is fontos. Miért voltál elájulva? Nem tudtad, hogy hová ment a vádlók? Egyértelmű. Hát igaz. Én gondoltad, hogy elhagyta a farmát. Ne is csodálkozik. Igaz, hogy ezt te nem tudja elfogadhatóvá tenni. De a tanú a kulcsa. Hogy érti? Tehát még egy tanú van hozzá. Úgyhogy még egy tanú kell azután kiallgatni. Úgyhogy Morgenfély valomásra túlságosan ravasz volt ahhoz, hogy bizonyítékot is mutassa. Több információra lesz szükség. De később fel kell használni az elégítő. De nem nála. Nos. Ilyen könnyű volt megszökni? Hogy igen? Erősebb voltál, mint a vádlott. Az nem lehet, hogy megszökött volna könnyű. De ez tétokozott, ugyanis... A vádat nem volt még igazán májáték. Miért? Ugye erre a felnőtt létére elég erős erő. De hogyha erről ad, nem adtál volna egy kis időn erről annyi. Úgy tűnik, hogy nyelég is. A vonásában nincs semmi hiba. És ez elfogadja, hogy tényleg elhagyta a kamrát. A következő logikus lépés. Hogy hová mehetett az idéző kamra után. Hogy ment beszélni mással. És ki volt az? Hát most inimáit küldik valamást tenni. De nála már, de már le kell győzni. De nem lesz könnyű. Néve és foglalkozás. Inimáit. Parafiziológia kutató egyetemben. Még Bíróság Gert is sokat lájkozik. Azzal itt. Ahogy beszélt a vádlottal gyilkosság után. Igaz?
Hát... Hát... Találjuk a valmást. Hogy aludt a... oldalsó szobában. Valaki jött el a szobájába. Hogy a nővére eljött. És így régen nem látta, és boldog lehetett a szomorús. Borzalmasat adott. Tehát még üdvizés közel volt. Tehát őt kellett, őt akarták volna megidézni. Majd mondtad valami bozalmas dolog. Mi volt az a bozalmas dolog? Muszáj? Persze. Kérlek. És mit mondhatott? Nem volt baleset. Adhatott kapott. Meggyilkolták, tehát... Most meggyilkoltak, oké? Ezért akart bosszút állni. Ez fel, nem igaz? Így. Szóval bosszú, hát ez egész működött, de valahol az nem igaz. Igen, igen, de... Megjön a kicsia. Na, itt ugye győztél. Hogy mit gondolok erről? Hát igazán jól kizervelték az egészet, de nem elég tökéletesen. Hát jól ki volt építve az egész, de ez minden. De a legnagyobb, okosabb hazugságok is lebuktathatóak. Úgyhogy kezd kérdésünk. Nem vagyok el kíváncsi. Fontos. Hát, nem is tudom. Nem biztos vagy? Igen.
Hogy az egyébben. Hát bizonyára már van megokadhatod. Ez is idő pocsikulás. Ennél kicsit előbb kellett volna mennem. Hold it! Boldog voltál, szomorú? Utom. Hát igen, hogy cső. Látható. A nővéri. Hát meglepetése kellett volna, hogy reagálj erre. Hát tudott erről a idézést is bizonyára. Ennél több kérdés is kell. Szóval azt mondod, hogy nem volt semmi furcsa ebben a megjelenésben. Nem? Nem volt semmi furcsa szerinted. Na ez már tényleg hazugság. Mit kérdezel, te ribac? Mi az, hogy ez aklassam? Megérde, mi az aklassam? Elég lett volna csak tiltakoznod, ezt hogy képzeled? Hogy tiltakozás helyett inkább leostrózol. És fontos ez? Nagyon fontos. De még nem jött rá. Buffelnie kell valahogy. És mivel azt mondtam, hogy ez fontos, akkor adjon hozzá a vallásában még egy apró információt. Például, amit mondott az előbb. Még hogy normális? Na most megkapod a magadét. Úgyhogy... OBJECTION! Ez ügyes hazugság volt. Hogy mire hadoválok? Ez ügyesen ki volt építve, de ez minden. Hogy eladtam a szövegét. Emlékeztetek arra, hogy mit mondtam? Hogy nem volt semmi különös abban a jelenlétében. És? Mert nézd meg ezt a képet. Ez az a kép, amit láttam. Eddig ne. Én meg lennék lepődve, hogyha így jelenne meg valaki előtte. Bizony a bérnyom. Na, mint ha észre se vette volna. Na, itt elég ügyetlen volt az, hogy az úgy jön. Miért nem adtad ezt hozzá? Miért nem adtad a vét hozzá a valomásra? Ha valamást egyszer is nem hazudsz, akkor észrevetted volna. Smile, mit jelent ez? Gondolkozom, ne alakozz be! Még ez egy is leosztorozza! Ez azt a lenyugtatja. Tehát új valamást kell tennie.
hogy egy sötét volt. Na ezt is, azt hiszem, hogy megmenekülhet. Hogy róla, hogy várjunk csak, rózsaszínű lehetett. Vagy megjött, hogy ez nem igaz. Aztán visszaküldte a kamrába. Hát most egy okot talált rá, hogy miért nem látta a vért. Hagyapa! Elégedett egy fenét? Ez biztos, hogy nem. Hold it! Le volt nyugodva abban az időben? Igen. Talán. Hát jobban értem magam. Hát már nagyon készen állóztatóval, hogy semmi a trették. Hát Morgan volt az egyetlen a kamrában. Nem talál semmi rosszat. Hogy mi jó hiszni ki. Hát véget vett a tárgyalásokban nem talált valami bizonyítékot erre. Előrébb kéne megpróbálkozni. Hold it! És milyen volt a mémány? Azt akarta, hogy menjen vele vissza, vele együtt, hogy megbocsánat ilyen Morgantől, pedig ez sem igaz. Hogy minden ezt mondom. Még egy dolgot kell kérdezni. Volt valami szokatlan? Nem, itt láttam. Mikor? Amikor büntény helyszínére mentél. Na, itt van már a hazugság, hogy nem látod semmit. Most keményebben. Tudom, hogy emlékszel valamire. Nem tudsz. Ez nem elég jó. Ezt érthetően el kell magyarázni. Hogy van valami furcsa, valahol mással van? Még szép! Tehát ez is hozzá kell adni, a valahol mással van. Ide már nem bizonyítékot kell mutatni, hanem profilt. Úgyhogy most véged van. OBJECTION! Azt mondtad, nem láttál senkit, mikor visszamentél a kamrába. De ez lehetetlen. Hogy érted ezt? Be kell mutatnod valakinek. Morgan fél lánynál perfect. Hogy mi helyzet vele? A gyilkosság napján történt, amikor játszott a kertben. A kertben? Bizony.
akárki, aki így körül, körülte átment volna, akkor észrevette volna. Szóval Mári, mit akarsz mondani ez esetben? Így kap rá! Egy fej! Hogy abszurd! Objection! Ez a sort nem abszurd, és bizony te is tudom. Ostomaság! Ezt nem gondoltál, mi? Mutatom is. Take that! Az unal bizonyíték. Ami el van törve. Mit tud bizonyítani? És miért van törve? Azért, mert Pearl eltörte. És miért van a megértésed, hogy tönkre tennéd a napból? Azért, mert rászolgálsz. De amikor az idézés történt, akkor volt eltörve. És Pearl akarta meg összerakni azt az urnát. És akkor ott ülhetett a Winding Way-ben. Miss Miney? Pearl ott volt a Winding Way-ben. És kemény dolgozott, hogy összerakja az urnát. Ha nem láttad őt, hogy amikor te zsétáltál, akkor bizonyára vakra ettél. Mégis bebizonyítottam ezzel valamit. Te egy mesteri hazug vagy! És vigyázzak arra, mit mondjak! A tanulnak kell vigyázni arra, mit mond. Mondd el az igazat. Miről? Hogy miről? Hogy hol voltál valójában gyilkosság napján? Hogy valamás tett róla? Hogy ott aludt? Hogy higgyem se! Ezt nem hihetem el. Hazugságnak vége. Hogy ott aludt az odalsok szobában. Ez nem volt lehetséges, mert itt elmondás van. És hogy hol van? A valómásában. A következőket tehette bizonyára. Tehát ez is volt az, hogy Morgan a idéző kamrában volt. Igaz, hogy ő is Hart volt ott, igaz, hogy akkor nem volt ott. Hiszen elmentek a rendőrség, igen, ti. Tehát... Mi köze ennek ehhez? Egyszerű. Honnan tudtad ezt az ügyet? Honnan? Svej volt az egyetlen a kamrában. De aki aludt az odalsó szobában, azt nem tudhatta. Ami azt jelenti viszont... Tényleg a kamrába mentél. De nem mindig vélyen keresztül.
Tehát ez az út vezet egyenesen a kamra felé. Hogyha erre ment volna. Csak ez az egyetlen út. Így igaz. Ezért kell feltenni ezt a fontos képet. Úgyhogy hol volt a tanú a gyilkosság napja? Válaszol! Na, a tessék nagyon elgerült. Hogy én válaszoljak el. Hogy hol volt a gyilkosság napján? Itt az idő. Ő is biztosabban, hogy inimányi tette. És ő most már bizonyíthatott. És hol volt a tanú? A kérdés a válasz. Tényleg! Tehát nem az a büti helyszíne? Úgy van. Tehát a büti helyszíné. Hogy elveszettem hozzá? Fejjel! Már tegyek, hogy valóban akkor kiderült, hogy a... Tehát ott is a vádot volt ottan. Igaz. Egyszerű. Ott rejtőzködött. És hogy hol? Kérdés a válasz. Itt. Igen, a falkép mögött. De ott a vonalas, hogy beszámít, ugye itt is van egy ellentmondás. Még sérteket? Nem ilyen az... És minek a segítségével egyetőzködhetett? Áj, nem. Tényleg! Mi Smiley? Hogyan tudtál volna egyetőzni a büntény helyszíni az egyszerű? A dobozba. Abba a kis dobozba. Egy személy sem fér be. De azt nem vehetett már igen, de... Ellen van bizony. Már akkor, amikor Lotta ott rejtőztő. Az odas a szobában volt. Hogy semmi köze hozzá. Hogy ott aludt. Bizonyítékkal kezd elérni. A kérdés a válasz ez. Tényleg! Igen, egy lyuk van ottan. Ez bizonyítja.
Igen, ott volt az a lyuk. De már észrevetted, hogy mi történt egyszer. Mikor a lövés történt... Az a doboz bizonyára a polci mögött lehetett. Tehát ezért találta azt a falgépet meg azt a dobot egyszerre. Tehát várt a pillanatot. Tehát ő akarta megölni Dr. Grey-t. Vagy se ölte meg. Csend. Akkor mi ez a ki? Tehát azt mondod, hogy ez a személy... Inimáni? Hát Robert, igen azt mondod. Inimáni? Végig ott rejtőzik. És abban a medium kosztümben voltál, hogy melyen fénynek átszáz magad. De hát ezt előre kitervelte. Már az elején. Hogy megölje Dr. Grey-t, hogy se... hogy a különségek ennyi az egész. Mi az, hogy hagyom abba? Hát egy személyet nem tudta volna elintézni. És a válasz erre igen. Ez úgy van. Mert persze, hogy lehetetlen. Egy emberekhez bizony tényleg lehetetlen. Te szemét! Te is válasz meg és akkor is leostorod! Mégis hallgatod és akkor is leostorod, hogy mit képzel? Mert ez azért is helyes válasz. Bűntársa volt. Igen, ilyen őrzőséget, hogy megmondom, ez a helyes válasz, és akkor is leostorolsz, pedig még nem mondtam ki, hogy bűntársa van. A bűntársa pedig a gond. Mias Maja gonosz nagynénye, Morgan Fay. Stay there! Hanem Kurei Village-ben... Vagyis ha nem Kurei Village-ből való az élető, akkor nem kapta volna meg azt a kosztumot. És hogyha nem a Fay családtagja lett volna, nem tudta volna használni a dobot? Igen, fontos a nő. Mit mondasz erre? Igen, szóval... Nézzét is kell a gonosz nagynénét is, őt lebuk. És a gyilkos lebuktak. Te lőtted le, Dr. Grey, te. Két kezeddel. Elutasítok? Azt hiszem ez minden történik. Tehát ez már az elején ott. Még a gyilkosság előtt ott volt. Egy médium kosztüm, amit vett fel, hogy olyan legyen, mint a vádlott. És aztán, amikor az idézés történt, azon volt, hogy elhallgattassa mindkettőjüket, egyiket azzal, hogy Maya Fay-t elaltatja,
aztán leszúrni Dr. Grey-t a késsel. És a dobozba lejtette Maya-t. Hogy így kényhesse rá a gyilkosságot. És akkor történt a szokatlan. A lövés. Amikor Dr. Grey még nem halt meg. Az utolsó erejével még a támadójára rálőtt. És ezért volt látható az a lyuk. A gyilkos így... így elvetett Dr. Grey-től pisztolyt, és akkor jött a második lövés. És akkor történt be. Én is loptam. Már rég, a kosztümé régen tel volt félre. Hogy olyan legyen, mint Miles. Könnyű volt észre. És bizonyára ezért üdvözlötte minket Morgan Fay. Na ebben a gonosz tekintetben is az látszik, hogy ezt már régen kitervelte. Tehát a gyilkosság egy szintén pontosan így történhetett. De... de az ügyésznő még mindig röhög. Hát ez nem hagyja ennyiben. Ha a tanul lenne az igazi gyilkos. Még kellett egyéb problémátok? Így dolgozni egy médiumban, hogy vádolta a kárcázni magadat. Ja igen, hogy mi motiválta erre rá? Igen, erről van, ez volt a másik nyomozásban, hogy ezt nem tudjuk kideríteni. A bűntény, azt már tudjuk, hogy hogyan történik a bűntény, de a motivunkra, amit még a motivum nélkül ez még nem elég meggyőző. Hogy nincs oka rá. Megpróbáltam ezt, de... ezzel csak vesztegetem az időmet. Hát vélem is így volt, hogy ezt mondta. Egy bosszúból. Hát nagyon megsérült a disznós. Hát tényleg arra sincs bizonyíték, hogy ilyen Dr. Grey tette, hogy elhatatta. Hogy ezért akart volna bosszán. De hát fél évvel ezelőtt történt, hogy kiengedték a kórházból. Hogyha bosszút akart volna állni, akkor nem várt volna olyan sokáig.
szemét! Itt szállom a vasra! Teóriában mindig probléma van. Igen, ez elég komplikált. Motivom nélkül még nem tudom befejezni a per győzelemmel. Hát bizonyíték, azt még nem tudjuk elérni. Neked meg azt kell megtanulni, hogy mi az a verség szó. Még én közel voltam. De valójában. De hogy mi motiválta rá, arra sajnos egy komolyabb hiba van. Amiről még az ügyésznő sem tud. Legáll! Egy perc kéne még. Most nem veszítedek. Hát nagyon ki volt képezve ez a gyűjtényhez. Minden ok nélkül történik. Kell, hogy legyen valami ok, hogy miért akartam. Miért te öltem egy boltogrét. Hogy nem volt más választással. Tehát azt kell kiderítem, hogy miért nem volt már... Miért volt annyira fontos, hogy ki meghalljon az orvos. Dől lejárt. Ő meg tudom csinálni? Igen, meg tudom. És csak én tudom megmenteni maját. De ez kicsit vége. Tényleg? Nesze! Az osztorában meggyőzte, úgyhogy... Meggyőzte, hogy folytassuk. Na, még adott egy esőt. Na, emiatt fog veszíteni. Már megnyerhette volna ezt a perdet. De mégis adott esély. De hogy te arra adott? Itt semmi szó, hogy csak becsületről. Nesze! A munkával csak a tökéletesség érdekli. Amikor van, tudsz harcolni, eddig egy. Addig ütlek. Ki? És nem érdekel, hogy te vagy a szemtanú. És egész nekem. Nem, és én nem tét vagy. Ezért 5 perc szünetet kér. Folytatjuk. Tudom, emiatt tudom meg ilyen a percet. Franciszka magába. Ragaszkodom hozzá, hogy még tegyek. Hogy tegyen még egy valomást a nő. Mert hogy nem, akkor már nem is lett volna értelme az egész vigyártásnak. Úgyhogy ment is. És legközelebb folytatjuk. Ha tetszett, ne felejtsétek el feliratkozni. Úgyhogy legközelebb a második epizód, második pedig második részére folytatjuk. Úgyhogy sziasztok legközelebb is.